Sziasztok! Ő a Zsolti. Ő a Csizik. Mi vagyunk a hetedik sor. Ha ismeritek a magunkat, akkor tudjátok, hogy általában mi szeretünk gonoszkodni a világgal. Viszont most egy olyan alkalom van, amikor kivételesen jót szeretnék tenni. Van ez a cipős doboz akció, talán hallottatok róla, mutatok. Annak az a lényege, hogy fogtok egy tetszőleges méretű cipős doboz, 42-es vagy, teljesen mindegy, ami alapállapotban üres. Kosarasok előnyben. Ezt kellene megpakolni ajándékokkal. Milyen ajándékokra gondoltunk? Ne vedd el a hugitól a babáját. Füles, mindig minden korosztálynak nagyszerű ajándék. És mivel filmes blog vagyunk, ezért akár egy Batman-t is ajándékozunk. Még a Cars-ból is, vagyis az a... Mi volt ennek a cél? Verdákból. Csak klasszikus mutassak, a mai gyerekeknek sem ismeretlen. Nincs aláírva Lukász által, de annál értékesen. De egyébként nyilván nem kell feltétlen filmes dolgokat, hiszen ez csak a mi bolondságunk. Mert mi már elég öregek vagyunk, öreg dinoszauruszok. De például egy focista. Ezt nem én vettem neked két év karácsony? Ez a Vodafone reklám, amit most előadtál. Szükségük van iskola eszközökre is, tehát például egy ilyen jópofa tollat mindenféleképpen. Nem beszélve róla, hogy mit bot csinált a újságírók lenni? Igen, tehát ez mindenféleképpen belefér. Tehát azt szeretnék kérni tőletek, hogy ha lehetőségetek van egy ilyen cipős dobozni ajándékot, juttassatok el a baptistáknak. cipősdoboz.hu oldalon mindenféle információt megtaláltok erről, hol lehet leadni, és a többi, és a többi. Egyébként 20-áig ezt meg kéne, hogy tegyétek, hogy ez időben oda jusson azokhoz a kisrácokhoz még szertestéig. Úgyhogy siessetek, manók nélkül oldjátok meg. Mi beszéltünk Braddel és Angelinával, ők is készítik a dobozokat. Fülessel együtt nagyon reméljük, hogy meg tudunk szeretni valakinek. Boldog karácsony nektek! Boldog karácsony! Ilyen vágó ki? Okay.